Némely reggeleken nagyon szép az elhagyatott rét, finoman borzolja a szél a harmatos füvet, színes lepkék kergetőznek az ébredező virágok körül. Na, ez a reggel nem ilyen reggel volt. A láthatatlan rét. Ez meg mi? Hová tűnt a rét? Hová tűnt a kedves kupacunk? Fityérc nem látott semmit, akárhogy merezgette is a szemét. Megnézem, mi történhetett, gondolta. Milyen nedves ez a semmi? Ha semmi nincs meg, én hogy meg vagyok? Ki az? Fityérc vagyok. Ez biztos? Tényleg te vagy az? Te és itt vagy, pofánka. Nem is értem, mi történt. Reggel arra ébredtem, hogy rajtam és a kufli üregemen kívül minden, de minden eltűnt. Én is pont így jártam. Lehet, hogy egy mindenevő járt erre felé. Majd talán egy óriási radír tüntette el a rétet. Az csak akkor történhetne meg, hogyha itt minden rajzolva lenne. Gyere, nézzünk körül, hát ha találkozunk még valakivel. Egymás kezét fogva elindultak, ám néhány lépés után valami ijesztő dologra lettek figyelmesek. Ez meg mi lehet? Talán egy bika? Hogy kerülne a semmi közepére pont egy bika? Például eltévedt. A bika ekkor megmozdult és elindult feléjük. Nyomás innen! Ti vagytok azok. Nocsak, Zödön! Mit keres a hátadon az a ruhafogas? Gondoltam, jobb, ha van vele valami ijesztő, ha útra kelek ebben az izében. És kit akarsz megijeszteni vele? Néhány vadonkószáló nagy kabátot? Ne felejtsd el, hogy minket is megijesztett. Éhes vagyok. Szeretnék végre reggelizni. Ha minden eltűnt, akkor eltűnt a reggelid is. Két űrlény! Balér és Titus? Te meg hogy néztek ki? Miért öltözik? Arra az esetre, ha nem jönnék valaminek. A dudálás az én ötletem volt. Így már messziről hallani, hogy jövünk. De így nem tudjátok, minek mentek neki. Teljesen mindegy. Úgyis minden eltűnt. Nem hiszem. Szerintem minden itt van, csak nem látszik. Hogy nem látszik? Szerintem a tejszíntől. Egy repülőcsészéből leöntötték tejszínnel a rétet. Ezért lett minden csupa fehér. Én szívesen leszem azt a sok tejszínt a rétről. Majd Titus keres neked hozzá egy repülő evőkanalat. Hey! Dobálózni nem ér. Majdnem átaláltatok a kalapomat. Ilyen ködben nem tanácsos vödröket haigálni. Ködben? Abban hát. Nem látod? A felhők lefeküdtek pihenni a rétre, nyilván elfáradtak. Akkor most benne vagyunk egy felhőben. Szóval ezért nem látunk semmit. És nem lehet valahogy felébreszteni őket? Dehogy nem. Megvarhatjátok, amíg a nap felcsiklandozza őket a sugaraival. Vagy ébresztődalt énekeltek nekik. Ki tud egy jó ébresztődal? Én azt hiszem, hogy tudok egyet. Jó reggel! Jövődött a kakas! Tolla tépet! A hangja magas! Jó reggel! Helbeg a gerle! El is lesz majd te fenekelve! Jó reggel! Brumm meg a medve! Te kár, hogy nincsen! Berekedve! Jó reggel! Tátunk a csuka! Némán beszél! Jaj, de fura! Jó reggel! Tűnjük a róka! Miért nincs neki takarója? Jó reggel! Süvölt a láma! Nem is alszol többet, mamma! Úgy látszik, ez a kornyikálás tényleg felébreszti a felhőket. Elégedetten látták, hogy kezd felszállni a köd.
fehérségből lassanként előtűnt a zöldellő kuflikupac. Mi ez a rémes óbégatás? Ébresztődal a felhők számára. Mert hét alvó kufliknak. Miért? Lemaradtam valamiről. Nem láthattad a láthatatlan rétet. Sajnálhatod. A felhők közben felemelkedtek az égre. Gyertek máskor is. Kiáltott utánuk Hilda, aki sajnálta, hogy kimaradt a kalandból. De csak is reggeli után. Erről a többieknek is eszükbe jutott, hogy milyen éhesek. Oda integettek a távolodó felhőknek, aztán gyorsan hazaszögtécseltek, hogy ők is keressenek maguknak valami harapnivalót. Csak vicceltem. Igazából sosem hittem a repülőcsészék létezésében. Ahol a jó bogyóterem. Szép napsütéses nyár elejé délután volt. A kup... illetve nem. Elnézést. Borús téli reggel volt. Nagy pelyhekben hullott a hó a rétre a szürke, pocakos felhőkből. A kupacról még elhagyatottabbnak tetszett a rét, mint máskor. Ilyenkor télen alig történik valami érdekes. Ha unatkozol, igazán elkísérhetnél jó bogyót gyűjteni? Már megint elfogyott. Mit tegyünk, ha télen mindenki asztrák csálja? Jól van, na. Már is hozom a szánkómat. A hó vidáman ropogott, ahogy Titus nagyokat szökkenve húzta maga után a szánt. Nem sokára egy zölden világító közlekedési lámpához értek. Látod? Már itt is vagyunk. De hogy kerül ide ez a lámpa? Hogy kerül ide bármi is? Ugye, nem jó bogyóért jöttetek. Szólalt meg ekkor valaki a lámpa tövéből. Titus még sohasem látta az illetőt. Ja. Zöld, ilyenkor szabad szünetelni, vagy nem? Elfelejtettem sárgára állítani. Épp evédelni készültem. De ma egyébként is fejtörős nap van. Az mit jelent? Csak azt hetett jó bogyót, aki megold egy fejtörőt. Ez a mai. Tálcán sáskám táncát látván, kátrányt hány lánybárány hányt rám. Az említett lánybárányok feketék, tehát kettő. Felére is. Akkor hát jó bogyószedést. Azzal eltűnt, mint nyúl a cilinderben. Honnan tudtad a megoldást? Ez egyike a híres, teljesen értelmetlen fejtörőknek. Bármit válaszolhattam volna rá. Még szerencsé, hogy eljöttél velem. Én biztos megpróbáltam volna megoldani. Hol van itt jó bogyó? Épp mellett állunk, mondta pofánka, és lerázta a havat egy alacsony bokorról. Ahhoz képest, hogy elhagyatott, elég fura dolgok esnek meg ezen a réten. Na látod? Mehetnénk is. Felrakták a teli szatyrot a szára, és elindultak. A szél közben nagy kupacokba hordta a havat. Ajjaj! Vajon ebből a sok egyforma kupacból melyik a miénk? Szerintem az ott. Mikor odaértek, Titus vállára kapta a jóbogyós szatyrot, és elkezdett felfelé mászni a kupac oldalán. Hé! Mit csinálsz? Összerontod a hóteknősünket. Elnézést, azt hittük, ez a kufli kupacunk. Hogy lehet összetéveszteni egy kupacot egy hóteknőssel? Talán mert mindkettőnek egyformán kupac alakja van. Látom, semmi érzéketek a művészethez. Titus és pofánka tovább mentek. Megvan, ez lesz az. Állj! Hozzá ne merj nyúlni a hógolyó gyűjteményemhez!
Ne izélj! Ez itt csak egy kupac. Nem kupac, hanem 5371 hógolyó. Egytől egyig én gyúrtam őket. Akkor is kupacnak látszik. Mert alcáztam őket. De nem adok belőle egyetlen egyet sem. Értitek? Ne is álmodjatok róla. Bármikor gyúrunk magunknak saját gyűjteményt. Legyintett Titus, azzal fogta a szán zsinórját, és magában füstölögve tovább indult. Nem érgelődj! A hörcsögök már csak ilyenek. Ekkor egy újabb, kisebb kupachoz értek. Elmászom rá! Hát, ha fentről meglátom a mi kupacunkat! Nem látok semmit! Olyan sűrűn hullik a hó! Ekkor váratlanul megmozdult alatt a kupac. Segítség! Miben segítsek? Te meg hogy kerülsz ide? Leültem ide, és azon töprektem, vajon mikor jöttök meg végre? Közben úgy tűnik, kicsit belepett a hó. Töprengtél? Ha nincs kézni rágcsálni való jó bogyó, előfordul. Hoztunk egy nagy szatyorral! Csak visszajövet, nem találtuk a kupacunkat. Itt van néhány lépésnyire. Gyertek! Kisvártatva Pofánka és Titus ott állt barátai között a kufli kupac tetején. Nagy volt az öröm! Miközben rágcsálni kezdtek, Titus elmesélte a többieknek az ötszemű bogyóőr teljesen értelmetlen fejtörőjét. Pompás! Igazán ideje volna, hogy rendezzünk egy teljesen értelmetlen vetélkedőt az elhagyatott réten. Ez nagyon tetszett a kufliknak. De mivel elég hideg volt már, a részletek megbeszélését másnapra halasztották. Most inkább mindenki hazament melegedni a saját kufli üregébe. A kupac elcsendesedett. A Titus szánkója körül szétdobált jóbogyó héjakat lassan belepte a hó. Tegnap hallottam egy találós kérdést, aminek fura fejű sárga kufli volt a megoldása. A kuflik és a mohamanyi. Békés délelőtt volt az elhagyatott réten. A kuflik éppen csendes hasonpihenő versenyt tartottak. Pszt! Bocsánat, a kupacuk oldalán. Pszt! Pszt! Ez meg mi lehet? Valaki szomorkodik a közelben. Megnézem, ki lehet az. A következőket látta. Balra egy vidám fűcsomó, jobbra két boldog bögre, lent a kupac aljában néhány gondtalan pitypang, kicsit odébb pedig egy derűs hangulatban poroszkáló lábos csiga. És amott a távolban, ott sem látott más, csak egy mosolyogva repkedő, felhúzhatós műpintyet. Na, de akkor ki sóhajtozik? Szerintem egy mohamanyi az! A kuflik csodálkozva néztek Bélabára. Fiatal koromban néhány évig egy erdőben laktam. Ott hallottam gyakran ezt a hangot. Egy moha után sóhajtazó mohamanyi. Nehéz bármi mással összetéveszteni. Keressük meg! A kuflik feltápászkodtak hát, és körbejárták a kupacot. Én soha nem láttam szürke mohamanyit. Szerintem még nem láttál semmit se. Te meg hogy kerülsz ide? Véletlenül. Senki sem keveredik másként erre a világ végi rétre. Eljöttem az erdőből, ahol éltem. Az erdő döjfös mágusa üldözött el bennünket. Kihirdette, hogy a világ legvidámabb erdejében ezentúl tilos a sóhajtozás. Kevés vacakabb erdőt láttam. Még moha is alig akad benne. Ezért is sóhajtoztunk naphosszat a társaimmal. Szomorú történet. Gyengének érzem magam. Napok óta nem jutok mohához. Ezért is vagyok ilyen ronda szürke. Máskülönben pompás zöld a színem. Vagy sóska nem jó helyette? Fúj, csak moha jöhet. Semmi más.
Akkor nincs más hátra. Megpróbálunk valahonnan keríteni. Így is történt. A kuflik szétszélettek a réten. Pofánka a puszpánk bokrok alatt keresgélt. Zödön a cakkos tüskefüvek között kotorászott. Hilda a zselécserjék környékén kutakodott. Valér a gombóckövek árnyékos oldalát vette szemügyre. Titusz pedig egy kiszáradt böhömtölgyet vizsgálgatott. Fityérc pedig hát egy sokat látott tokáskányától kért tanácsot. Na nézd csak, moha! Ó, remek kis moha! Délután lett, mire a kuflik visszatértek. Szomorúan, mert egy szál mohát sem találtak a réten. Nagyon elcsodálkoztak, amikor meglátták a kizöldült mohamanyit. Hát persze, hiszen annak idején Hilda a kupac mohás oldalára ásta az üregét. Jé, tényleg, ez valahogy nekem sem jutott az eszembe. Egy szálig megette az összes mohát. Nem ettem meg, hanem bemoháztam. Az nem ugyanaz. Idáig rendben van, de mi lesz ezután? Ha egy mohamanyi 3 napig nem jut mohához, először elszürkül, aztán töpörödni kezd, végül egészen eltűnik. Ki tudna itt segíteni? Én lehet, hogy tudok. Te? Hiszen a fatuskók nem is tudnak beszélni. A persze, hogy nem. Kivéve a beszélő fatuskókat. Gyerekek, akkor most segítsák vagy sem? Megkérnénk. A dolog elég egyszerű. Véletlenül van rajtam egy egész kevés moha. Na most, ebből a kevésből akár sokat is lehetne varázsolni. A mókás mohamondók a módszerrel. Figyeljetek csak, megmutatom. Oh, könnyű árontani, ilyenkor mindig más lesz mohás, nem én. Azért hívják mókásnak ezt a módszert. Nincs kedvem nevetni. Megpróbálom újra. A fatuskó ismét dünnyögni kezdett, pontosan úgy, mint az előtt. Az! Mindig valami apróságon múlik, hogy sikerül-e. Varázslatos! 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 Annyi mohát kapsz, amennyit csak akarsz. Ha van kárván, még ide is költözhetsz. Ide a zsebembe. Nagyon kedves tőled! Hogy ez mennyire megható. Nem lenne kedvetek felköltözni a kupacunk tetejére? Pompás kilátás nyílik onnan az elhagyatott rétre. Ezt mindenki jó ötletnek tartotta. Tényleg szép a kilátás. Ezt a nap is hallhatta. Mielőtt eltűnt volna a látóhatár mögött, bíbor színű kalapjával még odaintegetett nekik. Jé, te jobb a moha vagy. Igen, pedig nem is szerepeltem ebben a történetben.